távcsővel figyeli a gátat és a mellette húzódó műutat a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársa. Szolnok belterületén a Debreceni úton sétált át többször is szombaton a környéken kóborló barna medve. Ez egy barna medve, egy fiatal egyed, és gyakorlatilag azóta mi a mozgását nyomon követtük, addig, amíg tegnap este el nem tűnt. De csak a természetvédelmi szakemberek szeme elől. A szomszédos Holti szántársával horgászó Katona Sándor vette filmre élete eddigi legnagyobb horgászkalandját, mint mondta, éppen a szerelékkel volt elfoglalva. Akkor emelkedett ki ott a medve, visszafordult, és hát régen átjutott a túloldalra, ott a nádfalban, ott el is tűnt teljesen. A horgászokat megdöbbentette a látvány, egyikőjük azonnal össze is pakolt és hazament. Sándor sem maradt már sokáig, otthon az első dolga volt, hogy föltöltse a videót, aminek azóta sokan megkérdőjelezték a valódiságát. Az emberek annyira elfogultak, hogy nem hiszik el, hogy egy medvét láthattam, hanem egy vaddisznót, egy menyétet, egy kutyát, vagy bármi más, csak biztos, hogy nem medve volt. Ez eszméletlen felfoghatatlan dolog számomra, hogy miért nem tudják elhinni az emberek, hogy igenis Szolnokon van medve, és én láttam saját szemeimmel. A medve észak felől, valószínűleg Szlovákia területéről érkezett Magyarországra. A déli irány az úgy tűnik, hogy biztos, hiszen eddig is déli irányban haladt az állat folyamatosan, de az, hogy pontosan hol fog megint felbukkanni, azt nagyon nehéz megjósolni. Aki az elkövetkező napokban látja a kóborló medvét, jelezze a rendőrség felé.